amíg nem lesz béke és Brüsszel nem vonja vissza a szankciókat, az infláció sem szüntethető meg. Magyarország mérsékelni tudja az inflációt. A kormány szándéka, hogy év végére egy számjegyű legyen az infláció. Mondta Orbán Viktor miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén napi rendelőt. A kormányfő kiemelte, a háború kitörésének első évfordulóján Magyarországnak érdemes világossá tennie, hogy nem változtat korábbi álláspontján. Ezért támogatandók a Fidesz és a KDNP képviselői, hogy a háború évfordulóján az országgyűlés határozatban rögzítse. Magyarország békepárti marad, és a jövőben is ki akar maradni az orosz-ukrán háborúból. Hozzátette, az országgyűlés egyértelmű állásfoglalására szükség is van, mert nap mint nap óriási nyomás nehezedik Magyarországra. Mindenki láthatja, hogy bele akarnak minket préselni a háborúba. Azt akarják, hogy csatlakozzunk a háborúpárti országokhoz, tette hozzá. Hangsúlyozta: Naponta szenved el Magyarország provokációkat. Azt kérem önöktől, hogy a provokációknak ne üljünk föl, és tartsunk ki Magyarország érdekei mellett a nemzetközi politika arénájában, fogalmazott Orbán Viktor. A családok és a nyugdíjasok érdekében hozott intézkedéseket sorolva elmondta, a kormány döntött arról, hogy 2023-ban is fenntartja a rezsicsökkentett árak rendszerét az átlagfogyasztás mértékéig. Hozzátette: A kormány azzal számol, hogy a rezsicsökkentett díj idén is az áram piaci árának fele, és a piaci gázár egynegyede lesz. A gyermeki jogokat érintő jövőbeli visszásságok megelőzéséért hivatalból átfogó vizsgálatot indított a közoktatási intézményekben Kozmákos, az alapvető jogok biztosa. Kozmákos az MT-hez hétfőn elküldött közleményében azt írta: Az elmúlt hetekben korábban elképzelhetetlen és mélységesen felháborító hírrázta meg a társadalmat. Úgy érezhetjük, hogy gyermekeinket olyanok használják fel minősíthetetlen céljaikra, Akiknek éppen a legnagyobb biztonságot kellene megteremteniük számukra. Megengedhetetlen, hogy akiknek alapvető feladatuk, sőt hivatásuk, hogy a gyermekek érzelmi, erkölcsi, szellemi fejlődését előmozdítsák, a felvilágosítás eszközével és helyzetükkel visszaéljenek, tette hozzá. A biztos emlékeztetett rá, az alaptörvény deklarálja, hogy Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket. Továbbá, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Közölte, a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény szerint a gyermek a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell neki biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A köznevelési törvény szerint a gyermeknek a tanulóknak joga, többi között, hogy a nevelési és a nevelési oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, írta. A kormány a munkaerőpiac minden rezdülését figyeli és folytatja azokat a programokat, amelyek a foglalkoztatás segítik. Mondta Comba Sándor a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára kedden az m 1 Kiemelte a december közepén bejelentett programra, amely a fiatalok munkatapasztalat szerzését támogatja, több mint 7000 jelentkezés érkezett, és a lehetőséggel élve eddig 5000-en helyezkedtek el. A konstrukció keretében az állam 6 hónapig átvállalja a dolgozó munkabérének 50%-át, ha az adott cég regisztrált álláskeresőt foglalkoztat. A 25 év alattiak körében a foglalkoztatottság szintje már a háromszorosa a 10 évvel ezelőttinek. A munkanélküliségük pedig a harmadára esett vissza, sorolta. Az államtitkár megjegyezte, hogy az energiaválság és az infláció megviseli a vállalkozásokat, a kis cégek a túlélésre összpontosítanak, a kormány pedig minden segítséget igyekszik megadni nekik. A nagyvállalatoknak más típusú problémáik vannak, működési területükön már nincs munkanélküliség, egymástól sípkázzák el a munkaerőt, mondta. Ezért ezért is jó a keleti régióba telepíteni olyan új üzemeket, amelyek nagy létszámot igényelnek, odavinni a munkahelyeket, ahol nagyobb számban van munkaerő, fűzte hozzá. A bérek 17,5%-os növekedésével Magyarország a v 4 között és az OECD tagállamok között is szinte egyedülálló abban, hogy éves szinten nőttek a reálbérek, mutatott rá az államtitkár. A Magyar Bankszövetség a 700 milliárd forintos kerettel meghirdetett Baros Gábor újraiparosítási hitelprogram keretének növelését javasolja a kormánynak, a nagy vállalati hiteligényre és a gazdasági hatások optimalizálására hivatkozva. Olvasható az MT-nek hétfőn eljuttatott közleményükben. A szövetség szerint a kormány által az évelején bejelentett hitelprogram hosszú távon hozzájárulhat a hazai vállalatok versenyképes és fenntartható működéséhez. Céljában módszerében is átütő hatású. Rámutattak, a szektor rekordgyorsasággal mintegy két hét alatt készült fel a programban való részvételre. A bankok már az indulást követő néhány nap elteltében a meghirdetett keretet meghaladó igényről számoltak be. A magas inflációs környezet a vállalati hitelfelvételt ellehetetleníti, hiszen az azonnal megjelenő kamatterhek meghaladják a beruházási, és a kereskedelmi tevékenységek nyereségtartalmát áll a Bankszövetség közleményében, amely szerint ezért a gazdasági és a hitelezési aktivitás fenntartásához és növeléséhez is új típusú kormányzati támogatásokra van szükség, ami lehet kamattámogatás, hitelezési forrásbiztosítás és e-kettő kombinációja a közvetítő pénzintézetek számára. A Magyar Posta elbocsátja 1200 munkavállalóját. Közölt a csoportos létszámleépítésről szóló döntést a cég az MT-vel kedden. Azt írták, a létszámcsökkentés a szolgáltatási színvonalat nem érinti. A társaság célja továbbra is az, hogy az ország minden pontján magas minőségű szolgáltatásokat nyújtson, lakossági és üzleti partnerei számára egyaránt. Hozzátették a Magyar Posta által korábban meghirdetett új posta partneri program lehetőséget biztosíthat arra, hogy az érintett dolgozókat a szerződött partnereknél foglalkoztassák tovább, de a vállalat együttműködik a kormány foglalkoztatás politikáért felelős szervezeteivel is annak érdekében, hogy segítse a minél gyorsabb elhelyezkedést. Ismertették a vállalat tavaly novemberben kinevezett új vezetésének kiemelt feladata a szervezet hatékonyságának növelése. A modern és XXI. század követelményeinek megfelelő üzletmenet és szolgáltatási színvonal kialakítása. Az Európát sújtó és elhúzódó szankciós energiaválság azonban egyre nehezebb gazdasági környezetet teremt, amely hasonlóan a bel- és külföldi nagyvállalatokhoz a magyar posta tevékenységére is egyre inkább kihat áll a közleményben. Hangsúlyozták, annak érdekében hozta az újabb kényszerű döntést a cég vezetése, mint az ország legnagyobb postai és pénzügyi szolgáltatója, valamint csomag logisztikai vállalata, hogy a jelenlegi szankciók a gazdasági helyzetben is meg tudja őrizni működésének stabilitását. Csak nem minden harmadik üzletben jogsértést tártak fel a pénzügyőrök az ország egész területén. Az ellenőrök kocsmákban, presszókban, éttermekben és vegyes kereskedésekben is vizsgálták a jövedéki szabályok betartását, között a Nemzeti Adó és Vámhivatal kedden az MT-vel. A NAV bevetési igazgatóságának járőrei kiemelkedő eseteket is feltártak. Például egy kisboltban a raktár polcrendszere alatt kialakított zugban több műanyag palack zárjegy nélküli szeszesital találtak. Máshol ukrán cigarettára bukkantak. A termékeket lefoglalták, és jövedéki eljárást indítottak, közölte a NAV. A NAV az MT érdeklődésére arról is beszámolt, hogy 2023. februárjában kezdték az ellenőrzéseket, és a jövőben is végeznek hasonló vizsgálatokat. Hozzátették, a feltárt esetekben bírságot szabnak ki, emellett üzletzárásra is számíthatnak a kereskedők. A gím és dámszarvasok tavasszal elhullajtó tagancsának engedély nélküli gyűjtése lopásnak, illetve szervezett hajsza esetén állatkínzásnak minősül, között az MT-vel a Pilisi Park Erdő Az erdőgazdaság tájékoztatása szerint az agancsok a törvény értelmében a területen vadászatra jogosult tulajdonának számítanak, és fontos információkat hordoznak a természetközeli erdőgazdálkodás számára. Összegyűjtésükkel az erdészek következtetni tudnak a vadállomány korára, méretére, mozgására és egészségi állapotára. Az illegális szervezet agancsgyűjtők csoportosan akár járművekkel is űzik a szarvasokat, hogy kikényszerítsék az agancs hullást. A tél folyamán tartalékaik nagy részét felélt állatok menekülésre kényszerülve, ezért fokozottabban rágják a facsemeték csúcshajtásait, hántják a fiatal fákat így az erdő megújítása is veszélybe kerül, hívták fel a figyelmet. Közölték, a hullajtott agancsok gyűjtését kizárólag az erdészetek szakemberei vadászok vagy az erdőgazdaságok írásos engedélyével rendelkezők végezhetik. Aki agancsot talál, hagyja a helyszínen és értesítse a helyi vadásztársaságot vagy az erdészetet, kéri a Pilisi Parkerdő. Közel 250 millió forintos elnyert pályázatnak köszönhetően teljes körű energetikai korszerűsítés kezdődik az idősek otthona épületében Komáromban, közölte dr. Molnár Attila polgármester. A város közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, szigetelik a padlásfödémet, a tetőt, kicserélik a nyílászárókat, felújítják a fűtési rendszert, Kicserélik a radiátorokat, de felújítják a villamos hálózatot és napelemeket helyeznek az épületen. A munkálatok még az idén megkezdődhetnek. 500 millió forintos elnyert pályázatnak köszönhetően még ebben az évben elkezdődik a Komáromi Geszteny és Ovoda energiahatékonyságot növelő beruházása, teljes felújítása, bővítése is. A beruházás keretében megtörténik a meglévő ovoda épület átalakítása, bővítése, a hiányzó óvodai funkciók biztosításával, új torna szoba szertár, mosdó, fejlesztő helységek, elkülönítő szoba és óvoda titkári helység kerül kialakításra. Energiahatékonyságot növelő műszaki megoldásként tetőcsere, napelemes rendszer kiépítése, külső hőszigetelés, valamint nyílászárócsere valósul meg a bővítményben. A területi operatív program pályázatának köszönhetően a Komáromi táltos óvodában pedig 100 millió forintos energetikai korszerűsítés valósul meg. Itt megtörténik a hőszigetelés, a padlás, födémszigetelés, a kazánok, a nyílászárók cseréje, és ami talán a legfontosabb, hogy teljesen új napelemek kerülnek beépítésre az épületbe. Szintén pályázati forrás bevonásával megújul a szőnyi színes óvoda is. Az intézmény korszerűsítésére közel 100 millió forint forrást tudunk biztosítani, ami elsősorban hőszigetelés takar Magában a fűtési rendszerek korszerűsítését, nyilászároknak a cseréjét és korszerű napelemes rendszernek a telepítését, hiszen elsődleges szempont, hogy azokat a beruházásokat is elősegítsük, ahol komoly megtakarítást tudunk majd elérni, mondta dr. Molnár Attila Komárom polgármestere. Megkezdődött az Euróveló hatos os kerékpárút tervezése, építésének előkészítése is Koppánymonostoron. A kerékpárút a teljes Koppány fog majd végighaladni, itt rácsatlakozik a mi kerékpárútunkra, amely természetesen felújításra kerül, és úgy a Gyár utcán fog majd áthaladni Komáromban, a Tesco háta mögött, aztán a csillagerőd mögött pedig a gátra vezet rá az Euróveló 6-os kerékpárút. Az első nagy szakasza ennek a beruházásnak monostoron lesz, jelentette ki dr. Molnár Attila polgármester. Esztergom lett az ország egyik legélhetőbb megyei jogú városa. Esztergom harmadik helyen végzett, messze megelőzve több nagyvárost is. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere a közösségi oldalon arról számolt be, hogy a Központi Statisztikai Hivatal egyik legújabb kutatásában az ország legélhetőbb megyei jogú városait vizsgálta. Nagy öröm és legalább ekkora büszkeség is számomra, hogy Magyarország első városa dobogós helyen végzett ezen a listán. A gazdasági fókuszó, valamint fenntarthatósági és közösségi jelző számai alapján is a legjobbak között van városunk. Emelte ki a polgármester, majd megjegyezte, hogy a komplex eredmények alapján Eszter goma az előkelő harmadik helyen végzett, messze megelőzve több nagyvárost is. Ez is azt mutatja, hogy jó úton haladunk, célunk, hogy ez a lendület továbbra is megmaradjon, tette hozzá. Csütörtökön sok napsütésre készülhetünk, csapadék nem lesz, legfeljebb délnyugaton lehetnek felhősebb tájak, többfelé megélénkül az északkeleti szél, a csúcshőmérséklet 7 és 11 fok között alakul. Pénteken északon napos idő várható, délen viszont több lesz a felhő, csapadékra nem kell készülni, mérsékelt szél mellett 7 és 12 fokos csúcshőmérsékleteket mérhetünk. Szombaton közepesen felhős lesz az ég, csapadék nem alakul ki, megélénkül a nyugati észak-nyugati szél, a csúcshőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Vasárnap erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. Erős lökések kísérik az észak-nyugati szelet. 3 és 9 fokos maximum hőmérsékleteket mérhetünk. A jövő hét elején felhős idő várható kisebb záporokkal, 3 és 9 fokos csúcsokkal.